hogy nagyjából pontosan emlékszem a dolgokra, de elképzelhető, hogy részletekben vannak eltérések, mert nem néztem semminek se utána pontosan van, hogy mikor volt. A Peternák adatai nyilván sokkal pontosabbak, vagy hát feltétlenül sokkal pontosabbak. A dolog úgy néz ki, hogy 1990-ben kaptam másokkal együtt egy meghívást a Magyar Képzőszint Főiskolán való tanításra. Ennek az előzménye az volt, amiről tudtam, hogy néhány diák elindított egy úgynevezett diáklázadást, ami arra épült, hogy akkoriban Magyarországon 88-89-ben nagyon érezhető volt az, hogy itt nem csak gazdasági változások, szervezeti változások lesznek, hanem elindul a pluralista társadalom kiépítése, több pártrendszer és egyebek. Ez egy nagyon persgő, izgalmas időszak volt igazából már a 80-as évek utolsó harmadától. Alapvetően a gazdaság volt a fő terület, ilyen reformterület, de hónapról hónapra tényleg valamilyen politikai apróság, ami akkor óriási dolog volt, jött és mindez ilyen mutatott. És a főiskolának akkor a rektora Kis István volt, akit hát ők így az egyszerűség kezdett egy híresen rossz szobrász összefoglalóval lehetne nevezni. Egy igazi pártos rossz szobrász volt. Őszintén szóval nem értettem, hogy miért ő lett a rektor, mert ez már 80-as évek közepén egy picit anakronisztikus volt. De engem 84-ben kirúgtak, onnantól kezdve nagyon nem is érdekelt, hogy mi zajlik a főiskolán. Én kirúgásom az akkori viszonyoknak megfelelően, de akkori viszonyok szerint a következőképpen zajlott, hogy diploma után, ami a negyedik év vége volt, megkaptam a úgynevezett művészképző nevezetű programban részvétel lehetőségét, tehát ott maradhattam 5 évre, amit követhetett elvileg egy 6 és egy 7 év, és erről az 5 évből rúgtak ki, de mivel megvolt a diplomám, nagyon nem érdekelt, és onnantól kezdve úgy éreztem, hogy maga az iskola se érdekel. Nem, mintha a kirúgás olyan bántott volna, magam is el akartam elmenni, de tényleg szóval, hogy semmi, mint túl sok közöm addig se volt az intézményhez. És értesültem, főleg így a televízióból, meg barátoktól, hogy a akkor végzős hallgatók elkezdtek egy reformmozgalmat. A Szegedi Maszák Zoltán, Bakos Gábor, Elmaszár Róza, Csörgül Attila, és mások, nem tudom mindenkinek a nevét, őket őrülök biztosan tudom. És olyasmi nyilvánult meg, hogy új tanárokat követeltek, és egyfajta nyíltabb szellemet. Azért említem, hogy ez engem nem foglalkoztatott, mert tényleg nevetséges volt, hogy nem tudom, mikor lett a Kis István a rektor, de hát azért lett volna kit választani, aki még simán megfelelt volna az akkori elvárásoknak, de egy picit progresszívebb lett volna. Ez a Kis István, ez tényleg szerintem nem is értettem nagyon, hogy mi történik körülöttem, nem is akartam nagyon érteni, és hát messze már nem azok az idők voltak, amikor egy ilyen igazi politikus elkötelezettségű rektor kell oda. És arról, hogy pontosan ez a diák forradalom, ez hogy zajlott, erről csak így elmondásokból értesültem. Sokáig kim volt az András úti járdán, a főépület előtti járdán három név, azt hiszem Beke Jovánovics Birkás, vagy valami ilyesmi.
A lényeg az, hogy nagyjából az a generáció lett meghívva, akit a 60-as, főleg 70-es években inkább tiltottak. Tehát a Maurer Dóra, Jovanovic, Beke László, Baranyai András, Károly Zsigmond, nem tudok több nevet felsorolni, biztos több is volt. És ehhez a névsorhoz lett csatlakozott a mi kettőnk neve, a Peternek Miklóssal. Bennünket nyilván lévén fiatalabbak azért tettek oda, hogy mivel azt megelőzőleg a 80-as évek másik felében több előadássorozatot csináltunk, amit mondjuk ilyen, mint a média művészet vagy mediális szemlélet kategória alá lehet sorolni. Ezek itt Szabad Egyetemén tartott filmes kurzusok voltak. Mind a ketten a BBS-ben is dolgoztunk, mint alkotók, valami ilyesmi lehetett. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem mi voltunk ott a kvázi a tét, hanem mi voltunk ez a, mondjuk az utolsó két név, akit még hozzátettek. Nekem legalábbis ez a benyomásom alakult ki, és ennek megfelelően különösebb ambícióink nem is voltak, tehát nem azzal mentünk oda, hogy most mi itt rendet csinálunk, vagy most mi itt egyik vagy másik szakhoz csatlakozunk. Azért említettem ezt az egész kirúgást, mert elég jól ismertem az iskolát, és hogy nem vonzott oda igazából semmi. És ebben a helyzetben azt gondoltuk a Miklósnál, hogy tulajdonképpen mivel nincs egyetlen olyan szak, amihez szívesen csatlakoznánk, akkor csinálunk egyet. És ez praktikusan szóra így, és ilyen egyszerűen hangzott el. Ez egy olyan időszak volt, amikor nagyon sok lehetősége volt annak, aki valamit tenni akart, vagy csinálni akart, és főleg olyan területen, amiket korábban nem nagyon engedtek. Tehát szakmai szervezkedés, könyvkiadás, programszervezés, egyebek. Szóval lettek volna ötleteink együtt is, külön-külön is. Tehát mi már elkezdtünk 86-tól együtt dolgozni sok téren, az Indigóból is jól ismertük egymást. Ezt akartam kérdezni, hogy igazából az egyetem befejezése és a szakindítása között, hogy mivel foglalkoztam, hogy igazából az intervégi előtti szakmai pályán az. Hát az egyetem befejezése az 84 tavaszán történt, és hát én az egyetemben párhuzamos az Indigóban részt vettem, az nekem napra pontosan szinte hogy a szobrászakat elkezdtem, úgy kerültem az Indigóba, és voltak indigós programok, kiállítások, azokon részt vettem. A Balázs Béla stúdióba is eljártam, akkor már 84 után a Balázs Béla stúdiónak a tagja is voltam, filmet csináltam, és hát ami fontos, hogy 84 őszén megcsináltam az első kiállításomat, önálló kiállítást, ami nem indigós, csoportos kiállítás volt, és onnantól kezdve hát egy aktív művész életét éltem. Az volt az elvem, hogy mi lenne akkor, hogyha ideálisak lennének a körülmények. Tehát egy művész számára az az ideális, hogyha felkérésekkel, kérdésekkel áttételesen bombázzák. És végül is azt gondoltam, hogy ezt én magam is tudom gerjeszteni, tehát úgy csinálhatok, mint hogyha egy hihetetlen érdeklődő közeg lenne engem körül. Hát nagyjából a 84 és 89-90 közötti időszakban évente több fontos kiállítást csináltam. Alapvetően a művészetnek a jövő irányultsága foglalkoztatott, és az, hogy lehetőleg mindentől eltérjen az, amit csinálok. Tehát, hogy senki ne érezze ismerősnek. Tehát inkább zavaró legyen, bántó, érthetetlen, mint sem valóban besorolható.
És meglepő módon valamiképpen ezt így nyilván ez a picit megváltozott hangulat Magyarországon ezt így bevette, de hát azért jelezném, hogy közben meg már elindultak akkor azok a mozgalmak, az új szenzibilitás néven összefoglalható ilyen festészeti kiállítás, nagy kiállítás és ahhoz tartozó kisebb kiállítások, amiben már fiatal művészeket is komolyan sztároltak. Egy részük az is maradt, egy részük eltűnt. Ezekből én kimaradtam, de közben meg el voltam foglalva a Sebő Talánnal és a Gerlóci Ferenccel a Cserével, Gyors Kultúrával, mondom, filmet csináltam, Egyedi Ildikónak a filmjeiben szerepeltem, és kiállításokat csináltam. Tehát igazából jól el voltam. És ehhez jött még az, hogy a Petenek Miklóssal a Alternatív Filmiskola, illetve a Filmutópiák címmel előadásokat csináltunk a TIT-ben és a Műcsarnokban. A TIT-ben azok inkább ilyen előadás jellegű előadások voltak, mert az is mondjuk furcsa lehetett annak, aki egy hagyományos előadásra ült be, filmmel foglalkozott mindegyik. Olyasmiket csináltunk, hogy fölcseréltük filmeknek a tekercseit, és úgy vetítettük, ott egy rendes 16-os vetítő rendszer volt. A Műcsarnokban meg tematikus olyan esteket, mint például a Zárt Láncról, és akkor megkerestük az összes budapesti Zárt Lánc helyszínt, tehát a metrót, a Skála áruházat, a csecsemő otthon, tehát a újszülteket mutatják be. És mi magunk is egy Zárt Láncban vettünk részt, tehát kint ültünk a Műcsarnok előtt, közönségben ült a Műcsarnokban, és egy Zárt Láncon keresztül tartottuk az előadást. Szóval ezeket csináltam, és úgy jól el voltam ezzel, tehát nem hiányzott valami más, mint plusz extra elfoglaltság, de hát az, hogy mondjuk egy új tanszéket csinálni azon az egyetemen, ahonnan kirúgtak, az mondjuk ez egy érdekes dolog volt, és hát abszolút rizikós dolog is volt. Tehát a forradalmár diákokat is megfenyegették elég alaposan, még így az első időkben, és aztán, amikor mi oda bekerültünk, akkor hát azért azt úgy lehetett érezni, hogy a picit intelligensebb, nem tudom én, tanároknak ott leesett, hogy különben mi vagyunk az a béka, amit le kell nyelni ahhoz, hogy átmenthessék magukat. A kevésbé intelligensek meg úgy érezték, hogy ide valami befurakodott, valami oda nem való dolog, és ennek megfelelően hát elég nehéz volt az első, mondjuk az, hogy 10 év. És hogy indult pontosan, ugye emlékszel, hogy mikor jött fel első találkozó, vagy bármi, amikor hivatalosan pályára kezdett válni ez a dolog? Ez úgy nézett ki, hogy mondom, itt pontosítani kell, ez az én nagyon szubjektív összefoglalásom, ebből is látszik, hogy rettetesen ez a dolog, vagy ez a betület nagyon nem érdekelt engem. Tehát a Kis István rektor lemondott, rektorválasztás volt. A rektorválasztáson egy hajszállal lemaradtam, egy szavazattal lemaradtam a rendőrre, ezt azóta is nagyon sajnálom, minden más lett volna, vagy más lenne, hogyha a Dóra lett volna, akkor a rektor, a Svábi Lajos lett a rektor. A Svábi a főiskolai kategóriák szerint egy fiatalabb és egy forróbontóbb valakinek számított, viszont a mi részünkről meg a régi struktúrának egy embere volt. Én ráadásul ismertem őt személyesen korábban, családilag. Néhány tanár elment, megsértődve, nem tudom, nyugdíjba, tehát Patai László,
az előbb említett Kis István, és akkor valahogy így a, hát nyilván a Jovanovics szobrászosztályra, a Károlyi festőosztályra, a Baranyai a grafikára, a Maurer szintén festőosztályra, Power Gyula és a díszleti elmez tanszékre került. És Beke László is még volt hívva, és akkor hát egyfajta ilyen főiskolai reformozóm volt, vagy hát nem reformozóm, hát ez egy kényszerűség volt, tehát mindenféleképpen meg kellett reformálni, át kell tartani a főiskolát, és ebben az időben, az első években majd mindenkivel együtt én is az egyetemi tanács tagjaként ezekben részt vettem. Egyetemi tanácsülésekre emlékszem, ezek eléggé lehangolók voltak, de ma már azt mondom, azért, mert így tanultam mindenki a demokráciát. Tehát amikor hosszú ideig elfogyják azt, hogy meg lesen tárgyalni dolgokat, az első pillanat, amikor el lehet kezdeni beszélni, akkor csomó minden följön. Tehát olyan is, ami nem tartozik oda. Tehát, hogy a lift nem működik már, nem tudom én, abban a házban, ahol lakik az illető. Meg hasonló. És nagyon ezeknek a tematikájára nem emlékszem, hogy meg mikről volt ott szó, mikről ment ott a szó. A György Péter is tanította akkor a képzőn, és ő volt ennek valamilyen, mondjuk azt mondjuk, motorja vagy kezdeményező. Szóval egyetértő tanácsülések voltak, amik adott esetben elég éles hangnemben folytak. Én úgy nagyon nem éreztem, hogy ott személyesen támadtak volna bennünket, de ezeket már így elfelejtettem. A György Péter vitte ott a Prímet többek között, meg hát az egyetemi vezetés. A lényeg az, hogy azt bontakozott ki, hogy két új tanszék indul, az interdisziplinális tanszék Beke László vezetésével és az intermédia tanszék Peternek Miklós vezetésével. És ezt elfogadta mindenki. Az interdisziplinális tanszék az egy nevetséges adminisztratív hiba folytán elbukott. Mi volt? Az volt, hogy annak a nem tudom én, minisztériumi tisztviselőnek a titkárnője összekevert, akinek ezt véleményeznie kellett, a tanszék indítást, összekeverte az Iparművészeti Egyetemet, vagy az akkor az Iparművészeti Főiskolát a Képzőművészeti Főiskolával, és ezért rosszul tájékoztatta a főnökét, aki ezért a interdisziplinális tanszék indulását elkaszálta a képzőn. Ez kiderült, de hát ezen már nem tudtak javítani, szerintem azért itt ebbe egy kis más is lehetett, tehát úgy gondolták, hogy azért szép, de nem kell. Tehát rájöttek egy idő után, ez elég érezhető volt, rájöttek egy idő után, hogy a politika az mindig is politika, lehet nyalizni, és meg lehet találni azokat a politikai kapcsolatokat, akik bármilyen rendszerben, bárhol támogatják a például pont egy ilyen dolgot, hogy ne legyen. Ez egy szomorú dolog, hogy ez nem született meg. Ezzel szemben az intermédia az elindult. Két módon indult el. Az egyik, hogy mi eleve ott voltunk és elkezdtünk órákat tartani, de mivel az egyetemen csak rendszeres módon vagy hivatalos módon lehet ilyesmit csinálni, elindítottuk a tanszék alapítást is. Ez minden esetben egy hosszabb, több éven át tartó folyamat, ahol különböző elvárásoknak kell eleget tenni, különböző papírokat kell gyártani, tervezett tanmenet, stb. Ez úgy látom, ez megint csak az én szubjektív megítélésem, hogy ez nagyjából úgy ment, ahogy ennek mennie kell.
Tehát lassan, de hát ez a, ez a bürokrácia. És milyen volt az első óra? Hogy indultam az első? A... Még mielőtt hivatalosan alakult? Hát három év ment ilyen kalózléptel el, és ez szerintem nagyon izgalmas volt, mert hát műtermi munkára nem volt alkalom. Nem volt lehetőség. Már csak azért sem, mivel mi nem tartoztunk sehova se, tehát volt még az első 10 évben gyakorlatilag a főépület minden emeletén voltunk ideglenesen egy-egy szobában. Minden év azzal kezdődött, hogy milyen helyiségbe kell átköltöznünk. Ezek alapvetően inkább ilyen technikai helyiségeknek, szerintem a stúdió, vagy inkább ilyen szemináriumi szoba, műteremnek ezeket nem lehetett nevezni. És hát, hogy kik legyenek a diákok? A diákok azok a felsőbéves diákok, akiknek már kevesebb órájuk volt, és a saját szabadidejükben szorgalmi tevékenységként jártak a mi óráinkra. Azt biztosan tudom, én tartottam órákat, praktikusan valami olyasmit, mint ami a média történetnek felel meg, de akkor ezt nem úgy neveztük, nem is tudom, hogy mi volt a neve. De volt valami neve, lehet az, hogy minek a technikája a művészet, lehet, hogy ez volt a neve, mert a média történet név az később született, és ezt nem is én adtam, hanem az egy ilyen tantervi hálóban valami, nem tudom én, valaki ki ötölte ezt a nevet. És... Már ezért kaptad a fizetést, mert hivatalosan volt? Igen, kaptunk fizetést. Tehát valamilyen papírunk volt. Igen, alkalmazásban vagyunk 90 óta. Hát nyilván ez távolosan volt összemérhető azzal a fizetéssel, amit mondjuk a többi más tanszéken dolgozó tanárok kaptak. De hát úgy gondoltuk, hogy ez így izgalmasabb, vagy jobb. Tehát ez úgy nézett ki, hogy tartottunk órákat, és szerintem a Miklós is tartott ilyen jellegű elméleti órát, és rengeteg vendégelőadót hívtunk. Ebből az ő listájuk speciál megvan, és ez egy nagyon izgalmas lista, hogy kik voltak ott. Ez abból is adódott, hogy amit említettem önnek a forradalmi, romantikus korszaknak a hangulatából, hogy akit hívtunk, az szívesen jött. Akár még külföldről is, de az ritkán volt. Inkább magyar kollégákat, művészeket, ismerősöket hívtunk egy-egy előadásra. De maga az egész, tehát a különböző órák vagy különböző előadások, azok nem voltak nagyon összehangolva. Hát nyilván azért, mert a diákok is ezek 4-5 éves diákok voltak, és aztán később, amikor ők már diplomáztak, akkor is eléggé bürokratikusan és kelletlenül viselkedett velük az egyetem, abból a szempontból, hogy nem ismerte el ezeket az órákat, vagy nem kaphattak egy másoddiplomát, vagy ilyesmi. De nyugodtan tehettek volna kivételt, semmi nem történt volna. De ez tartott 93 évig, ez a fázis. És közben meg hát kaptunk itt-ott pénzt, amiből kamerát, számítógépet lehetett venni, de sosem annyit, amennyiből mondjuk úgy fel lehetett volna építeni egy egységes stúdiót, hanem mindig valahogy így össze-vissza véletlenül jöttek ki a dolgok. De mivel én ugyanabban az időben, tehát 90-től kezdve a BBS-nek is a vezetője voltam, melyeket a Miklóst is eléggé elismerték ott, így elég sok olyan együttműködés volt, alakult ki, amiben azok a hiányosságok, amiben az akkori intermédia szenvedett, azokat ki lehetett pótolni. Tehát akkor a C3 elődjével, a SCCA-val és jó kapcsolatunk volt,
és voltak külföldi vendégeink is, úgyhogy ez a körülményekhez képest, ha csak az érdemi dolgokat, tehát az órákat, meg a szakmai munkát nézzük, akkor ez egy teljesen vállalható, elfogadható, jó periódus volt. A nehézségek azok ott jelentkeztek, hogy azért lehetett érezni, hogy az egyetem a kezdeti megszeppenés után úgy nagyjából visszaáll abba a rendszerbe, amiben addig működött. És hát nem szabad elfelejteni, hogy ez egy relatíve kis egyetem, és mindig nagyon zárt volt. Tehát volt egy ilyen zárt belső világa, amiben a tanárok, a mesterek, azok elismert, híres emberek voltak, akik ott bent csúszogtak, és egyfajta ilyen belfentes életet éltek a külvilág kizárásával. És amikor mi ezt elkezdtük, és elkezdtünk megfogalmazni, hogy mi legyen ennek a célja, alapvetően az vezetett, hogy azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne mondjuk egy olyan helyzetben, amit hát, akár úgyis 40 év, de több, akár több is cenzúra jellemzett, hogy 40 év kihagyás után mit lehet mondani, egy olyan közegben, ahol 40 év tudáshiány is van, konkrétan arról, hogy mi történt Magyarországon vagy a világban. Tehát ez nem csak a művészetre vonatkozott, hanem társadalomtudományra, filozófiára, más is. Akkor mindaz az új eszköztár, ami megjelent a technikai képpel, tehát a fotográfia, a mozgókép, videó, számítógép, egyebek. És valamiképpen az is, hogy az elméleti az elméletre, az mondjuk azt az interdisziplinális elméletre, média elméletre valamiképpen hangsúlyt fektessünk. Ez akkor, tehát Magyarországon abban az időben a Peternák foglalkozott mozgóképpel, képzőnözeti összefüggésben, fotóval, filmmel, videóval, nyilván a Beke is, de nagyon más nem. És azt lehet mondani, hogy talán ők voltak azok, akik nagyjából ismerték ennek a területnek a szakirodalmát, mások nagyon nem. Rettentő sok hiányosság volt. Tehát szövegek, szerzők ismeretében, ugyanúgy, mint művek esetében. És hát nyilván nagyon erős volt bennünk az a motiváció, hogy egy a progressziót, vagy a progresszív gondolkodást azt az Erdély Miklós vezette Indigo csoportban ismertük meg, a Peternek is, én is. Végül is a Beke is belőle, csak ő az Erdélyt ismerte, meg hát az Indigót is, nem tartozott bele ebbe. És azt a fajta kreativitás szemléletet, interdisziplinitás szemléletet szerettük volna meghonosítani. És hát ez volt így a nagy keret, amiben gondolkodtunk, és a konkrétabb keret az bizonyos értelemben mondjuk azt, hogy rám hárult, mivel nekem voltak leginkább tapasztalatom arról, hogy milyen egy ilyen főiskola, hogy működik, milyen érzés a diáknak lenni, mi kellhet egy diáknak. Mi volt igazából a célotok azon kívül, hogy ezt a fajta tudást látom, hogy volt szarmondtam erre, ez mégis egy művészeti oktatás. Tehát az volt, hogy egy olyan korszerű művészképzést találjunk ki, ami ugyanolyan kompetensen nyúl
a technikai eszközökhöz, technikai médiumokhoz, mint a hagyományos eszközökhöz, és a, hogy mondjam, a művészet elmélet, vagy a spekulatív jellegű művészettel, konceptuális művészettel, vagy interdisziplinális, vagy tudományos megközelítéssel sem áll a hadilábon. És hát valamiképpen visszahozni azt, ami el lett feledve, mind a nemzetközi, mind a magyar művészeti életben. Tehát ez egyébként volt, hogy egy művész képzés lesz. Nem is akartunk mi mást. Eleinte abban a hitben ringattuk magunkat, hogy milyen remek lesz, hogy lesz emellett az interdisziplinális tanszék, ami nyilván egy nagyobb súlyt fektetett volna az elméleti oldalára. Tehát az lehet, hogy az inkább mint egy ilyen művészet elmélet tanszék működött volna. És hogy akkor mi volt a szerepedben a tanszékben? Hát ezt nekem, szóval az egyértelmű volt, hogy Miklós lesz a tanszékvezető, alapvetően azért, mert neki volt meg azon túl, hogy ezt már ágban nem lehet volna ilyesmit csinálni, plusz ő volt az, akinek meg volt a megfelelő akadémiai titulusa ehhez, fokozata ehhez. És akkorban a képzőn és a többi tanár között is ez azért ritkaság volt. És már akkor, mivel hát nyilvánvaló vált, hogy a 89 előtti rendszerhez képest egy új egyetemi felsőoktatási rendszert vezetünk be, ezért ez baromira fontos, hogy megvegyenek ezek a megfelelő rangú vagy fokozatú tanárok egy tanszéken. Tehát az más, hogyha ő írja alá, mint nem tudom én, Peternek Miklós, akkor ő lehet, még a régi rendszerben nem tudom, hogy hívták ezeket a zéket, de hát akkor is már neki volt doktori fokozata. És hát megkonzultáltuk minden lépést egymással, és ő volt az, aki a papírmunkát szignálta, és a nagy részét csinálta is. Nyilván minden döntést, vagy minden... Hát olyasmiket kellett kitalálni, például, hogy menjen a képzés, hogyan álljanak össze a tanévek, de hát ugyanakkor le kellett adni státuszszámot, meg mindenféle olyasmit, ami például nekem egy teljesen idegen terület volt. Úgyhogy nagyjából ez a munkamegosztás volt, és többé-kevésbé maradt azóta is. Én abban teljesen egyetértettünk, és az egyetemű volt, hogy el fogunk térni az addigi képzési rendszertől, tehát nem lesz ilyen mesterosztály dolog, és hát sok másban is eltértünk. Viszont én azt tudtam a tapasztalataimból, hogy nagyjából milyen háttérrel érkeznek oda emberek, és hogy mennyire fontos az, hogy főleg az első egy-két évben legyen valami olyan bázisa egy hallgatónak, ami nagyjából hasonlít ahhoz, ami a többieké. Tehát, hogyha ott tanul valaki, akkor nem lehet valakit egy olyan helyzet elé állítani, aminek minden egyes eleme új a számára, vagy szokatlan, vagy eltér a többiekétől. Tehát az rendben van, hogy nincs ilyen osztályrendszer, de az első két év az legyen egy ilyen összefogottabb. Tehát egy picit struktúrában hasonlítva arra, amit annak a srácnak, aki intermediára jár, a festőszakos vagy szobrászakos évfolyamtársa átél. Tehát, hogy ne legyen túl nagy idegenség a kettő között. És ennek szellemében találtuk ki azt, hogy az első két év az egy ilyen nagyjából egybefüggő képzés, és a harmadik évtől meg szabadabb. Érdekes módon pont most az elmúlt években toltuk ki ezt. Tehát most igazából a harmadik év is harmadév is még beletartott ebbe a szigorú egybefüggő képzési rendszerbe,
bár ilyen óraszám könnyítésekkel, meg egy picit lazábban, és csak a negyed év az, amikor valaki saját maga választhatja meg a konzulensét. De ez... Szóval ez már egy másik történet, mert ez abba tartozik bele, hogy hát ha elgondolod, hogy 90-93-hoz képest nem a mai, hanem csak a 98-as, tehát 5 évvel későbbi technikai fölállás, ez mennyire máson volt. És legelején hogy nézett a tanszék, a személyi élet, akár felfelépítések, órák, szóval ilyen koncepció. Mikor állt összeleg először? Hát 93-ban állt össze, mert akkor össze kellett állnia. Tehát akkor egy tanszék alapítás az egy komoly dolog, és ott eleget kell tenni bizonyos formai követelményeknek, és kellő számú ember kell, hogy legyen. Persze mi nem kaptuk meg azt a kellő számú státuszt, ami ahhoz elegendő lett volna, illetve amit aláírt a miniszter, és elegendő lett volna az, hogy a elképzelésünk szerint tanítsunk. Ezért alakult ki például az, hogy én végül is két, hát mondjuk azt, hogy két tanármunkát végzem, mert így az egyszerűség kedvéért tartom ezt az elméleti órát és a műtermi gyakorlatot. De mondom, pontosan a Miklós fogja ezt megmondani, de talán érdekes lehet, hogy szubjektíven ezt hogy fogalom össze. Ez úgy nézett ki, hogy akkor talán ők azt, hogy művésztanárként voltam én, a Miklósnak volt órája, volt videótanár, Nagy László Gábor, és szerintem már 93-tól a Zoli elkezdett tanítani számítógépet, és hát mindazt, ami ehhez tartozik, és ami akkor érdekes volt. Nagyjából ez így néz ki. Utána tudok nézni, de tényleg az érdekesebb, hogyha rosszul emlékszem, az is érdekesebb, mert ezek mind visszanézhető adatok. És akkor ez így lassan terebélyesedett, tehát a Szent Jobbi talán 94-től, 95-től került oda. És így lassan épült ki, és teljesedett ki a mai tanári gárda. És hát most is vannak alakulások, és új tanárok, de alapvetően hát nem, szinte kötelező is tartani magunkat ahhoz a struktúrához, amit akkor elfogadtak. Tehát annak inkább csak egy ilyen finomítása, jó esetben bővítése folyik. És akkor 93-ban felvételiző már az első osztályra az internet. 93-ban volt az első felvételi, és ezzel alakult meg az intermédia szak, mert onnantól kezdve voltak olyan diákok, akik képzőszeti egyetemisták voltak, és ugyanúgy, mint a szobrász vagy a festő szakon hallgató diákok, jártak a kötelező egyetemi órákra, művészettörténet, építészettörténet, nem tudom még minden más. És a különbség az volt, hogy mi sokkal több kvázi külön órát írtunk elő nekik. Tehát amit nálunk kellett teljesíteni, illetve hogy egy átlagos, mind a mai napig egy átlagos képzőszeti egyetemistának a napjának a fele, alapvetően a munkanap fele az a műteremben zajlik, a festő, a szobrász műteremben. És mi meg ezeket a délelőttöket, meg más és más kurzusokra használjuk most is. Úgyhogy a nagyjából alapvetően a rendszer az nem változott. De mondom... Tanszék, akkor még a főépületben volt.
Hát igen, egészen 2001-ben költöztünk át a Metti utcába, és a Földszint 13, amióta a Dávid jogfüle mögött van, az volt a mi termünk, és akkor most, ahol a tanulmányi osztály van, az is intermediás terem volt. Hát nehéz volt ezt megoldani, és végül is ezzel a Metti utcai épülettel zárult ez az első fejezet. Tehát valahogy akkor én azt éreztem, hogy ez gyakorlatilag is, meg szimbolikusan is valahogy azt jelenti, hogy valahogy megbarátkoztak azzal a gondolattal, hogy most ebben az iskolában van egy ilyen tanszék, hogy intervénye. Ki jártak ebben az első osztályban, hogy említettem valamit? Hát figyelj, megvannak a nevek, utána tudok nézni. Most hogy igazából nem is kell felvenni a nevek, hanem ott, én arra emlékszem, hogy ez annyira, tehát például az új lakosok közül sokan, tehát úgy nagyjából egy időben végeztünk. Tehát volt úgy, hogy esetleg járt még éppen valaki, ahogy mondtam, akkor még működött ez az 5-6-7 év. Tehát diploma után lehet, hogy még járt valaki olyan is a képzőre, aki már önálló művész pályafutását elkezdte. Arra emlékszem, hogy van egy kép, ami az egyik órámon készült, és ott a Bakos Gábor ül a padba, a Rita Ackermann veszeli be a Róza, Braun András, volt egy Komorocki, Kis Péter, ott voltak. Ebben csak az az érdekes, hogy velük már akkor, hát mi közösen kiállítottunk, tehát ez arra a korra jellemző volt, vagy arra a helyzetre jellemző volt, nem is a korra, arra a helyzetre, hogy akkor ott úgy felfesdült egy picit az élet az intermédia körül. Az első pillanattól kezdve, és sokan jártak ezekre a korban. Csörgő Attila, mert szerintem később is diplomázott, tehát ezeket a lebegő formáit, meg a hámozott narancsot, azt szerintem ott a Barcsebe kiállította. Mondom, végig kéne nézni a névsort, nem tudok itt pontosan visszaemlékezni, hogy kik voltak a legelső diákok, de hát Ádám József, Kódolányi, és még sokan más. És hogy benned ez a művészeti pálya, és mondjuk a pedagógusi, vagy a tudományos pálya, az hogy gyakorlatilag minden, az most hozik össze, hogy ezt hogy éled meg, hogy az a helyzet, hogy amit mondtam az előbb, hogy nem egy olyan ambíció hajtott bennünket, hogy okvetően most az egész népemet szeretném nem középiskolás fokon tanítani, hanem egy helyzet. Ez egy egyszerű helyzet volt. Az egész rendszerváltás az egy euforikus állapot volt. Hát, egymás után jöttek ezek a berlini fal lebontása, a Ceausescu rendszer megbukása, de az is, hogy ilyen hírhet pártállami fejek, mint Berec elvtárs, hogy egyszer csak ugye eltűnnek a semmibe, és ez egyfajta euforikus állapot volt, ritka, és nagyon örülök, hogy ezt átélhettem, mert valahogy ez utólag érdekessé tette az előzményét.
fura, nem logikus helyzet. Tehát, hogyha nem történt volna a rendszerváltás, akkor minden, ami előtte történt, egy lejtőn való lefele menetnek egy-egy állomása lett volna. Viszont megtörtént ez, és így meg mindaz, ami előtte történt, nem egy túl kellemes, de egy érdekes tapasztalat, amin átmentél. És ez mind a mai napig ad valami immunitást. Tehát amikor azt látod, hogy utcanevek, meg ilyen félelmetes politikusok így eltűnnek, és ezért szóval, hogy ez így... Na mindegy, a lényeg az, hogy nem az vezetett bennünket, hogy valamilyen új pedagógiai paradigmával álljunk elő, hanem az a fajta illetékesség tudat, ami korábban is, tehát amikor egyszerűen kiálltunk és filmről, videóról előadásokat tartottunk. És az intermédiának én ezt érzem a különlegességének és az egyediségének, mert ez, amit mi csináltunk, szerintem az nemzetközileg is legalábbis egy fontos lépés volt, mert a média művészet, ami akkor egy új fogalom volt, azzal szemben az intermédia egy picit más pozíciót vett föl. A média művészet nagyon könnyen tud kommercializálódni, már csak azért is, mert hatalmas érdekek vannak a mögött, hogy egy eszköz, egy új eljárás népszerű legyen, és azt megismertesse a potenciális fogyasztókkal. És az intermédia meg egyrészt, hogy a fluxusra visszautal, másrészt meg, hogy a magyar nem hivatalos művészetre, tehát a betiltott művészetre egy picit tágabb lett, és ezért az, hogy nem tudtunk egy ilyen igazi, tiszta médiatanszéket, amit akkoriban kezdtek el Németországon és máshogy fölépíteni, tehát szép nagy fehér terem, asztalokkal, és mindig asztalon ott van egy gyönyörű Apple számítógép, hát erre nekünk semmi lehetőségünk nem volt. Mindig egy ilyen barkács hangulat volt, szétszedett, szétdobott számítógépek éppen összerakva, és éppen működik valami, másik meg éppen nem. Szóval ezért nekem ez a helyzet, ez nem úgy jelenik meg, mint egy ilyen pedagógiai paradigma, vagy pedagógiai koncepció, hanem mint egy válasz, egy speciális olyan helyzetre, amiben belesodort a történelem, vagy az élet. Szóval ez is a problémám személyesen az intermédiával, hogy többször gondolkodtam azon, hogy elmegyek és abba hagyom, de hát egyrészt nem tudom anyagilag ezt megtenni, vagy nem tudtam megtenni, másrészt meg rájöttem arra, hogy ha elmegyek, akkor is gyakorlatilag ott vagyok, vagy akkor érted, mint hogyha csinálnál egy művet. Tehát akkor is, hogyha éppen nem tartod a kezedbe, akkor is az a tiéd, vagy hozzád kötődik. Szóval ez egy nagyon erős dolog, hogy végül is mindaz, ami az intermédián túlzás nélkül azt mondani, hogy minden mai napig történik, az valamiképpen az én egyetértésemmel történik. És ez, hogyha mondjuk most megkívánok tanítani egy másik egyetem hasonló szakára, lehet, hogy elmennék, de akkor megnézném, hogy mennyi pénzt kapok, mennyi időt veszel, és adott esetben azt mondom, hogy jó, hát ez most nekem nem éri meg. Itt meg az a különlegesség van, hogy itt minden egyes részletében valahogy ott vagyok, majdnem úgy, mint egy műalkotás esetében. Nem tudom magamat igazából kivonni. És ez a helyzet az intermédiával, amúgy meg akárhogy is nézzük, tehát a Szent Jobb is megfogalmazta ezt sok vagy másféleképpen, de ez tényleg teljesen stimmel, hogy én is leírtam ezt, hogy totális félreértés, vagy hát nem totális félreértés, de,
de végül is egy kegyes csalás az, hogy ezt iskolának nevezik, hiszen iskola valamire fölkészít, mi pedig valami olyasmire készítünk föl, amiről nem tudjuk, hogy mi az, vagy mi lesz az, amire az illetőnek föl kell készülnie. És nyilván van egy csomó iskolaszerű megjelenés, ami a tanügyi dolgok, meg félévek, meg osztályzás, meg kurzusok, meg egyebek, de a lényegét tekintve tudod jól a saját tapasztalatodból, hogyha most így visszatekintesz arra, hogy mit éltél át, valószínűleg azt fogod mondani, hogy hát ez így beszélgettél emberekkel, és beszélgettél idősebb kollégákkal, mondjuk azt. És hát ez a legősibb ilyen tanítási, tanulási forma. Most ezzel meg az a helyzet, hogy ez csak, tehát annak a függvényében válik ez hatékonnyá, hogyha ez két irányú. Tehát, hogyha mondjuk nekem is érdekes az, amit tehát nem egy irányú, tehát hogy én mondok dolgokat, és azt, hogy meghallják, vagy nem, hanem kapok valamilyen reakciót. Most a reakciót nagyon tág értelemben lehet érteni, nem egy közvetlen belekérdezés, visszaszólás egyebek, hanem hogy ez egy ilyen kétirányú dolog. És én az első pillanatoktól kezdve úgy tekintem, hogy praktikusan akkor téved az ember a legkevesebbet, hogyha minden egyes hallgatót, akit fölveszünk, művész kollégának tekint, és ebben az értelemben, ilyen értelemben, hogy erről a pontról kezd el a diskurzust a másikkal. Úgyhogy nincsenek olyan pedagógiai koncepcióim és gondolataim, amik, vagy nincsenek olyan gondolataim, amiket pedagógiai koncepció címszó alatt össze lehetne foglalni. Az elmúlt 20 évben történt változás. Egyébként én ezzel a kérdéssel nem feltétlenül ezt akartam kérdezni, hanem egy kicsit azt, hogy igazából szar, hogy egyrészt az, hogy elkülöníted ezt, másrészt meg, hogy igazából azért ez egy nagy valós, egy kicsit már fog gondolni. De erre még visszatérek a másik kérdés. De várj, ez az elkülönítés, hogy szóval nagyon nehéz elkülöníteni valamit, és ami pont így művészet, kultúra, alkotó tevékenységben van, mert nem tud igazából, hogy mikor zajlik ez a dolog. De hogy pont az, hogy az iskola is azért valami bürokrácia szinten valamennyire komolyabb lett, a rendszerváltást valahogy próbálják már máshogy is feldolgozni, az egyetemi rendszerbe beleszól most már az EU, nem tudom, szóval, hogy azért valamennyire megnőtt a diákok és a tanárok, hogy a bürokráciailag a különbség, és hogy jobban el lehet talán ezeket határolni, mint egy 15 évvel ezelőtt, és hogy pont ebben, hogy igazából azért ez valahol két külön karrier is lehetne, vagy külön úton, de hogy én ezt értem persze, hogy egy emberben valahogy össze összemosodik, de hogy mondjuk te elkülönítetted ezt. Nem, mert nézd, ez az egyetemi fokozat és egyetemi karrier, ez egy olyan dolog, amit igazából én nem erőltettem, és az utolsó pillanatban azért csináltam meg, hogy normális fizetést kaphassam. Tehát én ezt nem tartom izgalmasnak a magam számára, viszont elfogadom, hogy ez a rendszer így működik, és azon az áron, hogy ne kelljen vele többet törődni, kvázi beadtam a derekamat. Nem nagyon tudom elkülöníteni, inkább olyan nehézségek vagy problémák vannak, hogy ez a tevékenység elvileg ellátja az embert egy csomó részfeladattal, vagy kisebb feladattal, amit elvégezni adott esetben ugyanolyan munka, mint mondjuk egy nagyobb feladatot, de mondjuk kevésbé látványos, egy csomó ilyen háttér munka.
És akkor ettől is ugyanúgy elfáradsz, mint hogyha nagy dolgokat csinálnál, és egy idő után már az ember csak ezekben a dimenziókban gondolkodik. A nehézséget ott látom, hogy fönn kell tartani azt az éberséget, hogy lássad, hogy a te magad számára mi az, ami igazából fontos ezek közül, és ne vesszen el az ember ezekben a nem tudom én, ilyen egyetemi hétköznapokban, mert ott ugye a karácsonyi ünnepségtől és szendvics evéstől a nem tudom én, a könyvtárig bezárólag rengeteg olyan kis olyan helyzet adódik, amiben az ember akár jól is érezheti magát, és elkényelmesedhet. Inkább az van, hogy ezzel nem kell dolgozni. Nem, azért nem tudom elkülöníteni, mert valójában nincs mit elkülöníteni. Hogy igazából, hogyha akkor itt tartunk, hogy az intermédiát tanszék alapítása óta mit tartottál a legnagyobb dolognak, amit nincs sikerült elérni ezzel az egészen. Vagy a saját személyes életedben. Vagy nem személyes, a szakmai életedben. Nézd, amit nagyon fontosnak tartok, hogy a pont azokban a kezdeti 90-es években tulajdonképpen ez is a Miklóssal való közös munkánk eredményeképpen végül is sikerült egy olyan kapcsolatot kialakítani a média aktivizmus, média kritika, média elmélet külföldi képviselőivel, ami egy élő és egy nagyon aktív kapcsolattá vált, és azt lehet mondani, hogy a 90-es évek közepéig, végéig, inkább végéig nagyon, nagyon szinkronban voltunk. Tehát ennek a konkrét eredménynek számít az a konferenciás sorozat, amit csinált a Metaforum. Ennek kapcsán adtuk ki a könyvet. Tehát gondolod, hogy talán még idén is hallgatók ingyen megkapnak egy olyan tanulmánykötetet, amiben rengeteg olyan téma van magyarul érintve, ami korábban nem volt irodalom. Ugyanígy egy másik könyvet is, ezt a digitális identitást is megcsináltam. Közben egy harmadik könyvet is szerkesztettem az Artpoolnak, ezt a hypermédia és multimédiát. Ezek kvázi tankönyvek, tehát és ezt nem tudtam volna megcsinálni akkor, hogyha nincs meg az a mondjuk azt a szellemi háttér, vagy tájékozódási lehetőség, amit mondjuk ez a kapcsolatrendszer adott. Ez fontos, ez jó. Én úgy érzem, hogy az intermédia a fő dolog az, hogy működik, és nagy dolog volt az önálló épület is, és biztos fontosak ezek a megnyilvánulások, kiállítások. Azt érzem, hogy tulajdonképpen az intermédián is az igaz, ami egyénileg művészekre, hogy addig jó, amíg nagyon nem fedezik föl az intermédiát. Szerintem az intermédia nem csak Magyarországon, hanem Európában, nemzetközileg is egy nagyon, nagyon eredeti modell, ami a hozzáállást, a tanmenetet, a kapcsolatrendszert, az egész koncepciót illeti. És úgy látom, hogy ezt nagyon nem szokták hangsúlyozni, vagy nem fedezik fel,
pláne nem olyanok, akiknek ne lett volna valami előzetes kapcsolatuk az intermédiával. De ez azért nem zavar, mert ez pillanatnyilag lehetővé teszi, hogy többé-kevésbé nyugodtan vagy a saját szándékaink szerint tudjunk ott dolgozni. Nem biztos, hogy ha így nagyon felfedeznének bennünket, akkor az segítene a további munkával. Az intermédia modellt úgy látom, hogy elmondtam ezt neked az előbb, vagy korábban, hogy egy nyitottság, ami a legújabb és a hagyományos technikák irányában egyaránt megvan, és egy nyitottság az elméleti és spekulatív megközelítések iránt, és egy nyitottság mondjuk azt a múlt iránt, ami pont a cenzúra miatt fontos Magyarországon, másutt lehet, hogy ez természetesebb lenne. Tehát nagyjából ez az intermédia modell. Most, és hát és ez a nyitottság, ez egyfajta kritikus nyitottság. Tehát egy olyan nyitottság, ami az illetékesség tudatból fakad. Hogy azt érezze az, aki mondjuk nálunk végez, hogy ugyanolyan illetékes rajzszínnel, rajzpapírra rajzolni, mint mondjuk egy publikált akciót végrehajtani, vagy videóval foglalkozni. De nem azt jelenti, hogy ezzel mind foglalkoznia kell, hanem hogy azt érezze, hogy ez beletartozik az ő lehetőségének a spektrumába. Ezt ennek az ellenkezőjét tapasztaltam meg pont a saját tanulmányom folyamán, amikor azért lettek ellenségesek, vagy elutasítóak művészek, vagy művészhallgatók bizonyos új dolgok iránt, mert bizonytalanok voltak. És amiben biztosak voltak, azok a fogózkodók, azok végül is megmerettek, és egy ilyen konzervatív olyan ballasztán álltak, ami csak arra volt jó, hogy érve szolgáltasson az ő elutasításaikra. És az intermédia modellnek még szerintem fontos tulajdonság a flexibilitás, amit egyrészt kikövetel az, hogy hát ugye vállaltan azért a technikai médiumokra koncentrálunk, hogy van egy nagyon erős fókusz ezen, és hát ezek változnak. És az érdekes pont, most hogyha így csak végignézed azt, hogy az utóbbi 20 évben technikailag mi történt, és végül is ezt úgy látom, hogy a tanszék le tudta követni. Elkezdődött egy olyan korszakban, amikor még az e-mail nem létezett, és a sehol nem volt multimédia, és aztán bejött az e-mail, web, multimédia, hypermédia, teljes digitális, analóg videóval kezdtük. És ez a flexibilitás abban is megnyilvánul, hogy mi magunk is, és hát rajtunk keresztül a hallgatók is arra készülnek, hogy a művész szeretnél folyamatosan gondolkodjon. Mert az is művészet, hogy valaki fest egy szép képet, és az is, hogy fölvet egy olyan kérdést, amit más nem vett föl, vagy megcsinál valami olyasmit, amit más nem csinál meg, és fontos mondjuk a közösség szempontjából. Tehát ebből a szempontból én azt egy kifejezetten azt az intermédia sikerének egy részének tartom, vagy sikerének egy fontos részének tartom, hogy a hallgatók jelentős része aktív, nem autonóm művészeti területeken is. Tehát olyan területen, ahol nem egyedül
ül vagy áll a műtermében és alkot, hanem mondjuk szervez, vagy csinál valamit, vagy adott esetben olyasmit csinál, amit akár a többség nem tekint egy önálló művészeti alkotásnak, mert szervezés vagy valami hasonló. De ez pont ezért fontos a flexibilitás, hogy ezeket a friss elvárásokat vagy lehetőségeket is a sajátjának érezze az, aki például nálunk végez. Tehát ezért gondolom, hogy az intermédia művész képe korszerű. És úgy gondolom, hogy elvileg lehetne ez alapján egy egyesített, vagy egy ilyen szintetizált művész és művészet koncepciót kialakítani. Mert most ugye az elmúlt években egy jelentős fordulat az, hogy nagyon sok egyetemen belüli vendéghallgató van, aki vagy hivatalosan, vagy nem hivatalosan, de figyel az intermédiára, barátkozik mármint komolyabban intermédiásokkal, vagy bejár órákra. Ez régebben nagyon sokáig elképzelhetetlen volt, egy kifejezetten egy ilyen ellenséges légkört észleltem, amit nyilván a tanárok motiváltak és szítottak. Egyszerűen ilyen konzervatívabb tanár, de megnyilvánult ez a diákokon, és meglátszott rajtuk. És most meg nem. Tehát, hogy nagyon, nagyon változik, alakul azzal, hogy egy társadalommal összeáll, és önmagáról gondolkodik, és az, hogy mi lehet ebben a művészetnek, a művésznek a szerepe, és ez nehéz ezt így kiszerkeszteni logikusan. Ebben egy csomó irracionális, vagy teljesen szubjektív elem is benne van. És ez követeli meg azt a flexibilitást, amit szerintem pont az intermédiának a szerkezete valahogy megenged. Mert szintén nagyon fontos az intermédia modelljében ez a mondjuk az, hogy többé-kevésbé nyitott egyenrangú belső kommunikáció. Ha más nem, akkor ennek a lehetősége. És az a légkör, ebből. Mi az, ami a tanszéken nem sikerült, hogy ami a legszarabb, nem jött össze, nem? Szóval leginkább nem sikerült, hogy nagyon sajnálsz, és mondjuk visszafordítanál, hogy mint egy ilyen kudarc volt egy ilyen egyértelmű dolog, vagy megjelölt beszélni. Én mi jut eszembe most ilyen, hát olyasmik jutnak eszembe, amik nyilván mind anyagi körülményekre vezethetők vissza. Tehát, hogy nagyon sok mindent nem tudunk megoldani, pont az anyagi szűkösség miatt. Az is egy kényszerhelyzet, hogy a hallgatók nagy része nagyon, nagyon műveletlen, és ezt is figyelembe kell venni, nem okvetlen ez az ő hibájuk, hanem nem tehetnek okvetlen erről. Tehát sok esetben pörgősebb, intenzívebb lehetne a munka, csak ezt nem lehet résztvevők nélkül. De ez nem tudok komolyabb kudarcokról beszélni, szóval ami egy nagy elszalasztott lehetőség, aminek nem mentünk utána. A körülményekhez képest minden, ami fontos, úgy látom, hogy működik.
és méghozzá úgy működik, hogy egy önjavító, többé-kevésbé önjavító szisztémában. Lehet, hogyha jobban elgondolkodik, eszembe jutnának, de ami hiányosság, az csak abból fakad, hogy sokkal jobban, hogyha lennének olyan eszközeink, például, hogy lehetne forgatni filmre, vagy lehetne például egy jobb műhely, vagy egy rendesebb fotó, vagy felvételi stúdió, vagy egy rendesebb hang. Általában a hangot szoktuk így hiányolni, a hanggal való munkát. Hát ez helyes, és nem is alapvetően helyi, inkább pénz igény. De hát egy olyan iskola rendszertől, amiből Magyarországon érkeznek hozzánk a hallgatók, nem lehet mást várni, mert legtöbb esetben az intermédiának az első évei azzal telnek el a hallgatók számára, hogy megtapasztalják azt, hogy nincs autoritás, és hogy meg lehet kérdőjelezni dolgokat. Pont azt, amit se az iskolában, se a családban, se munkahelyen korábban nem tapasztaltak meg. És sokaknál ez a fázis nagyon el is húzódik. Tehát sokkal inkább elhúzódik, mint ahogy az szerencsés lenne, mert ez el is zárja tőlük azokat az utakat, amikor adott esetben valamit tanulhatnának. Nem érzek nagy kudarcokat. Ami pozitívum, az például ez az önálló épület és ez a nagyobb önállóság, ez nagyon sokat hozzátett. Te már ide jelentkeztél. Szóval az nem tudod összehasonlítani, hogy ez egy olyan zaklatott állapot volt, hogy ott, ahol most a Zsuzsika dolgozik a kolléganőjével, az volt a tanári, és az előtte levő kis helyiség az volt egy ilyen diák, mondjuk ilyen számítógépes helyiség, és a földszint 13 az egy olyan műterem, ahol időről időre a különböző funkciók, mert ott ilyen két helyiség van, és Valéria volt, azok ott váltakoztak. Hogy mondtad még az elején, hogy ez a demokrácia tanulás, vagy nem tudom, ez a dolgok, hogy szerinted ez lezárult, de még ezzel mennyire sikerült előre jutni, hogy ez nem csak magyar viszonylag, hanem tényleg egy ilyen egyetemi szinten meg egyáltalán átadni valamit ebből az embereknek, akik ide jönnek. A diákok hozzáállása hogyan változott egyáltalán 20 év alatt? Hát sokban változott, mert most a hallgatók inkább számon kérik azt, ami nekik jár. Nem is okvetlenül rajtunk, hanem az egyetemen, vagy akár másokon. És ez nyilván egy ilyen polemikusabb hangütést is eredményez, de csak így lehet ezt a dolgot megélni, átélni, és a magunkévá tenni. Tehát ezt nem lehet elméletben, ez csak a gyakorlatban. És a hallgatókon látszik, hogy sokkal összehasonlítottan nyitottabbak és érzékenyebbek társadalmi kérdésekre, és sokkal progresszívebbek, mint korábban. Korábban a korábbiak védelmére azt lehet mondani, hogy azért ez egy más korszak volt, és pont ha lehet, hogy pont ebben a váltásban született meg az intermédia, amikor mindenféle értelemben, tehát politikai társadalmi értelemben is, és a művészet belső fejlődése értelemben is, az a fajta konjunktális periódus, amikor a művész egy kivételes személy, aki
picit a társadalom kívül áll, és alkot valami olyasmit, amit csodál a társadalom. Hogy erre kondicionáltak embereket, és ezzel nem tudnak túl messzire jutni egy olyan világban, ahol ami hát éppen átalakul, és a demokrácia is átalakul, és azt látjuk mindenütt, nem csak Magyarországon, hogy mind a művészetet illető társadalmi, állami elvárások, és azok a szabadság eszmények, amiket fontosnak tartottunk, ezek megkérdőjeleződnek, vagy legalábbis elbizonytalanodnak. És nem azért, mert egy új filozófia vagy jönne, hanem azért, mert olyan helyzetek adódnak, amikor el kell ezen gondolkodni. Tehát utálhatja valaki, hogy a repülőtéren átvilágítják, megmotozzák és letapogatják. De nyilván ez azért van, mert különben bombát tennének fel a repülőgépre. Tehát egyik se jó, és hozzá kell szokni, nem is hozzá kell szokni, hanem ennek a tudatában kell kialakítani egy új modellt. Tehát nagyon erősen átalakul az a társadalom modell, amiben gondolkodtunk idáig, és ahhoz, hogy ez különösebb tragédiák nélkül történjen, és ahhoz például a művészeti gondolkodás nagyon fontos. És hát maga a művészet is teljesen más, és a művészettel kapcsolatos elvárások, igények. És hogyan látod az intermédia jövőjét, vagy hogy látod mondjuk az elkövetkezendő időt, még egyszerűen elmúlt? Szoktam ezen gondolkodni, és hát alapból azt gondolom, hogy ha mondjuk így magunk között, hogyha az intermédia holnap megszűnne, mert nem tudom én, egy tolvonásra megszüntetnék, akkor is kitöröltetne az intermédiának a szerepe, tevékenysége. Ezt azért mondom, mert ez egy egyetem, az egy gyár, és egy intézmény, és egy államilag finanszírozott dolog. Nem félek attól, hogy megszüntetnék, csak hogy azért is ajánlottam, hogy az iparon is nézd meg ezt a bizonyos. Tehát éppen van egy ilyen dinamika, érted, hogy néha ez így nagyon jó, néha egy picit leül, néha jobb, néha rosszabb. Ezt most hát nyilván elfogult vagyok, én úgy látom, hogy az intermédia a körülményekhez képest jól teljesít, és azt lehet mondani, hogy nagyjából így a 93-tól, amikor elindult, így megtalálta maga helyét, és önmagához képest, tehát ahhoz képest, amit lehet egy magyarországi művészeti egyetemen csinálni, ahhoz képest a topon van. A nagy kérdés az, hogy itt mi lesz akkor, amikor a tanári gárda lecserélődik, vagy le kell, hogy cserélődjön, mert nyugdíjba mennek emberek. Ez szerintem a Magyar Képzőszeti Egyetemen egy óriási probléma, mert ezzel általában nem szoktak foglalkozni, gondolkodni. Ezt most lehet látni, hogy a Körösényi halála után micsoda ül maradt, és gyakorlatilag a szobrászak az annak a progresszivitása az gyakorlatilag így eltűnt, mint hogyha Jovánovics vagy a Körösényi nem is lett volna ott. És ehhez képest az intermédián valahogy a tanári pályák átfedései picit szerencsésebbek. Tehát, hogy vannak olyan tanárkollégák, akik fiatalabbak, de már elég régóta dolgoznak, tehát átélték
akár még talán diákként is, de tanárként is megismerték ennek a működését. Mert egy eléggé érzékeny működés ez azért, mert pont így a különböző polémiák kapcsán ez így kiderül, hogy nagyon kellenek ezek a különböző pozíciók ahhoz, hogy ez az egész normálisan működjön. És ennek egy nagyon jó keretet adott sokáig az a fajta mondjuk barátságtalan környezet, amit az egyetem többi része jelentett, mert akkor az eleve egy közösségé szorította össze ezt a társaságot. Így is úgy gondolom, hogy az intermédián létezik leginkább még ez a közösségi gondolkodás. Szóval azt gondolom, hogy az intermédia puszta ezzel a 20 évvel, ezzel is meg egy hatalmas rekordot, nem létező rekordot döntött meg. Tehát, hogyha most véget érne, akkor se történne semmi tragédia, mert hát hiszen rossz iskolák, tehát inkább rossz iskolákból van hagyomány Magyarországon, és ahhoz képest mégis mindig születtek jó művészek. Tehát nem biztos, hogy egy iskolának olyan döntő befolyása van. Hát persze azért van, de azért nem. Annak napján, amit az előbb mondtam, úgy látom, és én a magam módján igyekszem efele irányítani a dolgokat, hogy legyenek, próbáljunk folyamatosan nyitni új tanárok, új kurzusok, fiatal kollégák fele. Érdekes módon ez most a szigorúbb külső helyzet miatt ez most egy picit kényelmesebb, mert úgy egyre jobban elkezdtek érdeklődni az ilyen viszonylag biztos egyetemi tanári pozíciók fele emberek, és így mi irántunk is. Tehát azt hiszem, hogy van honnan válogatni, és szerintem megvan ez a minimális átfedés, ami tapasztalatban, élményben. Azt tartom nagyon fontosnak, hogy minden, nem tudom én, vita vagy polémia ellenére azt lássuk, hogy azt látni kell, hogy ez egy olyan kiegyensúlyozott helyzet, amiben a szélsőséges pozícióknak is fontos szerepe van. És ezt meg kell tartani, mert szerintem ebben van az ereje a tanszéknek. De ezért van nagyon egy nehéz helyzet ez a tavalyi Kispánszamor és Szentróbi közti helyzet, vitának nem mondhatnám, mert ez került veszélybe. Nem tehát akaratlanul is ez került veszélybe. Szóval úgy látom, hogy más tanszékek, más egyetemek esetében, vagy más egyetemekhez képest, művészeti egyetemekhez képest, nincs annyira egy vagy két vagy több személyre fölépítve ez, hanem elvileg megoldható az, hogy valamilyen folyamatosság fönnmaradjon. És ilyen értelemben így tanárokkal és fiatal kollégákkal jól állunk. Ez az, hogy egyébként mi lesz az intermédiának a megítélése, tehát ez totálisan nyitott. Tehát, hogyha nyilván jön egy nagyon konzervatív vagy nagyon autoriter korszak, akkor az intermédia ki lesz téve újból támadásoknak, hiszen ki volt éve korábban, és mondjuk ez egyfajta immunitást is ad. Tehát bőven volt szó arról, hogy az intermédiát beolvasztani másik tanszékbe, meg hogy nem tudnak rajzolni, meg hogy ez nem művészet, meg ilyesmi. Hát, ilyen előjöhet, de ez megint csak erősíteni fogja ezt, és megint csak még inkább fontosra teszi azt, ami már megszületett. Hát igazából ez nagyon nem árthat.
és amennyiben meg egy ilyen autoritár világ következik, amire azért nem számítanék olyan nagyon, akkor meg aztán már úgyis veszett-fenszenye az egészet. Az a meglepő, tényleg igyekszem ezt objektíven kritikusan látni, hogy végül is, mint egy ilyen kis intézményi struktúra, viszonylag ki van egyensúlyozva, megvannak a különböző utánpótlási lehetőségek. És szerintem az intermédia tovább fog működni. Amit én hiányolok, az inkább az egyetem részéről, tehát az egyetem egy konzervatív, hagyományos, tradicionalista művészeti egyetem, és pontosan ez hiányzik belőle, ez csak ilyen zökkenőkkel tud váltani, tehát ilyen csuklásokkal. Ami néha tragikus, ugye elhúny az Körösényi, és akkor így csuklik egyet a rendszer, vagy a festőktől ugye végre elmegy három idősebb, talán végre, de az is egy ilyen csuklás, tehát nem egy folyamatos dolog. És úgy látom, hogy nem teszi meg az egyetem, mint egyetem a kötelességét a tekintetben, hogy annak, aki oda jár, mondjuk festő vagy szobrász tanszékre, az egy használható vagy korszerű tudást kapja. Mondtam, hogy az egyetemen én inkább ott látok hiányosságokat. Tehát, hogy nincs egy olyan korszerű, picit is korszerűbb szemléletmód, ami mindazt, amit ez az egyetem képvisel, picit progresszívebben átlátná, tehát a grafikától, a tervező grafikáig, a díszletjelmeztől, a szobrászatig. Úgyhogy nem is egy konzervatív, hanem kitalálatlan, koncepciótlan. De pontosan azért, mert nincsenek ilyen ambícióim, rettetesen ez engem nem érdekel, tehát nem mennék én ebbe bele. Egy dolog érdekel, mert szerintem az egy izgalmas terület, hogyha össze lehetne hozni egy olyan együttműködést, amiben arra a realitására készítenének föl hallgatókat, hogy itt a művészek, alkotók, legyen zenész, építész, képzőművész vagy író, egyre több és egyre szélesebb körben használnak digitális eszközöket, és digitális dokumentumokat gyártanak. És ennek a kezelésre nincsenek fölkészülve. Tehát nem az a bölcsész, aki irodalomtudományból képzett és fölkészült, filológus, az egyszerűen leidal egy 20 éves floppy előtt, mert nem tudja, hogy mit csináljon vele. És semmilyen szinten, tehát hogy mi az, mit kell tenni ahhoz, hogy az megnyíljon, és milyen háttér kéne ahhoz, vagy milyen eljárás kéne ahhoz, hogy azt, amit rajta talál, azt azzal dolgozni tudjon. Jó, köszönöm. Jó.